Sziasztok! Készítsünk egy futószöveget. Megnyitunk egy 500x500-as üres lapot. Effects, Insert Text Effects, Animation Frame-be pipa, itt választott ki a szint, milyen színű legyen a betű, én pirosat választottam. 2,5, itt a beállítás, a felső, az alsó 4, 10 kocka lesz. Az effekteknél a Markit választjuk, és most jövünk fontra. Itt kiválasztjuk a betűformát, nagyságot, ide írunk. De most nem írok én, mert már előzőleg beírtam le, okézzem. Most jövök a Customize-ra, ebbe pipa, leokézom, ezt is leokézom. Kaptunk 11 kis kockát, avval, hogy az első üres. Belekattintok, hogy ez a kis ikon aktiválódjon, rákattintok, Options, így. Most ideírok 160-at. Az alsóban meg 450-et. 450. És ide, erre kattintok. Ok. Ez fogja kivágni, akkor, ha rákattintok ide. Már ki is vágta. Megnézzük. Jó, szépen megy. Most Edit, Select All, Animation, Frame Properties, ide beírok 50, és leokéztuk. Most már menthessük File, erre kattintunk, Next, Customize, itt lejövünk, és a 255-öt választjuk, OK, Next, Next, és Next, Finish. Most mentsük a mappánkba. Mindegy, hogy milyen nevet adunk neki. Ezzel készen is vagyunk. Próbáljátok, másik szöveget is lehet beírni. Szia!